Tisztelt tanáraink és diáktársaink! A közeli napokban nemzeti ünnep szólít bennünket az emlékezés asztalához. 1956 forradalmának és szabadságharcának dicső napjait idézzük föl, a történelemnek azt a pillanatát, amikor a világra kívánnak először mutatva példát, a nemzet kiegyenesítette idegen és belső erőmunk által megtépolt kerincét, s békés megoldás ilyen fegyverrel lépett fel demokratikus jövőjét, a nemzeti függetlenség kihívásáért. Emlékezzünk a következő műsorban 1956 főségre áldozataira, melyet iskolán 2. osztályos tanulói adnak elő.
angolok, amerikai, Kelet-Európa, így hazánk is a Szovjetunió befolyása alá került. 1940. áprilisában Magyarországon véget ért a háború, az ország angolban lemelt. A magyar munkások, parasztok, értelmiségiek óriási erővel láttak hozzá a haza újjáépítéséhez. Az országot szovjet csapatok szállták meg, akik függetlenséget, szabadságot, jólétet hirdettek, de valójában gyarmat sem tanította az embereket. Hazánk vezetője már Rákosi Mátyás lett, aki igazi zsarnokpolgár vezette az országot. Aki más véleménye volt, börtönben átmondatában került, vagy kivégezték. Az összes újságot, filmet, könyvet szigorú cenzor vizsgálta. Tilos volt engedélynek, hogy külföldre utazni. A falusi emberektől elvették terményeiket, állataikat. Engedélynek egy malacot sem lehetett hallani. Hogy zsarnokságban? Nem csak a titka, a félig hirtától, szájnék voltam, és nem csak az elnyedetlen tapsoló tenyeremben, zengő szoborkövekben, szívemben, képvalamban. A rádióban Beethoven
mások, ábrihások azok voltak, megjelent az igazság, az első tudat az angyala. Másnap szerdán reggel, port, áldozó és szenvedés. Mégis, mikor átvágtam a kősök terén, mosolyognom kellett, mert nem álltad egy szobor csizmámba. Sütörtök, látom, hogy mindenki arcán. Földben már kettes szeresett a rómus előtt, szemköz, az iskola padlásra feltenyve ez a gyerek. Héten, még többé, tankok a ligetnél, a szütegek torkolat üzeik nézem, és borzolok, a szörnyű szépség most náluk is megszületik. A kihelyezett arcú halottak apró csorgokkal mellünkön a járban, köztársaság, szorongra, röpök, szemem előtt kis tétól szivel, ölelkezés az író szövetségre, csomagolnak és indulnak haza, felentébe csinnek kis utcák, fölöttünk a szabadságnél jogillata. 1703, 848 és 56, egyszer minden 100 éven traplálunk kínzóink ellen. Várni következik, boldogság, ki megértem. 1956. november 1-én csütörtökön az ország miniszterelnöke Nagy Imre magához kérte a szovjet nagykövetet és közli vele: Magyarország szabad, független, semleges ország, s megállapodnak, hogy a szovjet csapatok kivonulnak az ország területéről. Nagy Imre a Magyar Népköztársaság Minisztert tanácsának elnöke. Ma hajlandóan a szovjet csapatok támadást indítottak kínálatot ajánl, azzal nyilvánvaló szándékkal, hogy megkezdjék a törvényes magyar demokratikus kormány. Csapatok harcban állnak. A kormány a helyén van. Ez közös az ország népével és a világ közvéleményével. Nagy Imre az ország miniszterelnöke és Malétert Pál, a honvédelmi miniszter nem tudhatták, hogy általános készül a háttérben. A Szovjetunió ellenkormány hozott létre Kádár János vezetésével, aki november 4-én visszahívta a szovjet csapatokat az országba, a fegyveres harc folytatódott. Nagy Imre és a hozzá főminisztereket letartóztatják, börtönbe vetik, majd 1958-ban kovatvádak alapján kivégzik. Az iszonyú megtorlás elől sokan a nyitott határon keresztül külföldre menekültek.